Nem csak a szökőkutakban való fürdőzéskor szedhetünk össze különböző bőrbetegségeket, de egy uszodában vagy strandon is érdemes jobban odafigyelni a higiénés előírásokra, hogy megelőzzük a kellemetlen tüneteket, kiütéseket. A nyilvános fürdőkben terjedő baktériumok a bőr felszínén ugyanis könnyen elszaporodhatnak. A baktériás fertőzések az ótvart okozzák, vírusos fertőzések esetleg szemölcsöket. Gombás fertőzés ritkán terjed az uszodákban, azokon a helyeken szokott elsősorban lenni, ahol mezitláb végig kell menni, akár ilyen lábmosó folyadékban, amiben elvileg van fertőtlenítőszer, vagy ahol a köveken, vagy a medence szélén mezitláb járkálnak öltözőkben ilyen helyeken. Ott valóban olyan gombafertőzések is tudnak lenni, amelyek elsősorban elsőleg a lábúj közökben vagy a talpon okoznak problémát, és aztán onnan terjednek tovább. A bőr problémák megelőzéséhez nem kell lemondani ezekről a nyári élményekről és programokról, hangsúlyozza a bőrgyógyász, érdemes viszont néhány óvintézkedést betartani. Annak, akinek érzékenyebb a bőre és tudja, hogy már ilyen fertőzésekben volt része, őneki érdemes arra gondolnia, hogy azok a bőrfelszínek fertőződnek jobban meg, ahol valami pici kis sebek vannak. Ezek lehet, hogy nem is látható sebek, mondjuk például egy ekcémás bőrnek az apró hámlása apró pici kis mikrosérüléseket okoz, és ezekbe is bele tud ülni a kórokozó bármelyik fajta. Illetve, hogyha van egy horzsolt sebe valakinek, az elég nagy valószínűséggel ótvaros lesz, mire a fürdőzés befejezi, mert leázik róla a saját pörke, és beleköltözik az a genkeltő kórokozó, amelyik a környezetben ott előfordul. Amennyiben valaki mégis egy apró sebbel, sérüléssel érkezik a medence partjára, érdemes utólag kezelni a bőrfelületet az elfertőződés megelőzése érdekében. Le kell tisztítani róluk a váladékot. Úgy nézen ki, mint egy frissen horzsolt sebb, és erre a területre alkalmazzuk a felületi fertőtlenítőket. Az oldatokat szeretjük jobban, mert azok nagyon jól tudnak felszínt fertőtleníteni, szárítani, és hogy a kialakult egy szép, tiszta, száraz pör, azt már lehet hagyni, az már elindult a saját gyógyulása folyán. Megoldást jelenthet továbbá, ha valaki fürdőzés után egy fertőtlenítő szprével kezeli a lábát, tette hozzá dr. Asbó Dorottya. Kiemelte, a strandon töltött napokon fokozottan figyelni kell a bőr védelmére, és óvakodni kell a leégéstől is, hiszen a káros UV-sugarak okozta bőrgyulladás akár bőrrákhoz, melanómához vezethet. A melanómás betegek száma évről évre egyre növekszik, ami leginkább a túlzott napozással magyarázható. Késői felismerése esetén közel a betegek fele szervi áttétben meghal. De az esetek túlnyomó többségében ma már időben felfedezik a rosszindulatú bőrrel változást.